Foglalkoztatási paktum. 17-en vehettek át kisgyermeknevelő és gondozó képesítést. Hazai győzelem, a Debrecen ellen diadalmaskodott a KVK. Kiállítás Nagy Erika festményeiből nyílt tárlat Kaposváron. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Számos bölcsöde megújul vagy épül Somogyban a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően. 24 településen közel 4,5 milliárd forintos TOB beruházás valósul meg. Az elmúlt hónapokban a foglalkoztatási paktum pályázatának segítségével pedig képzést indítottak az érdeklődők számára. Csurgon 18-an szereztek kisgyermeknevelő és gondozó képesítést, Ságváron pedig 17-en vehették át bizonyítványukat. Több hónapos elméleti és gyakorlati képzésért véget a kisgyermeknevelő és gondozó tanfolyammal. Ságváron többen dicsérettel vizsgáztak. Anita a közeljövőben IGAL új bölcsödéjében tud majd elhelyezkedni. Van már egy óvodai dajka végzettségem, de abban sajnos nem tudtam elhelyezkedni, eddig teljesen más területen dolgoztam. Ságváron 17-en szerezték meg a kisgyermeknevelő és gondozó képesítést. A képzést a Somogy megyei önkormányzat és a Somogy megyei kormányhivatal közös projektje, a foglalkoztatási paktum tette lehetővé. Mivel a foglalkoztatási együttműködés keretében nem csak pénzügyi támogatásokat tudtunk adni munkavállalók és munkadók részére, hanem különböző szolgáltatások is tudtok a lehetőséget erősíteni. Így módon a kormányhivatal azon gondolkodtunk, hogy miként tudjuk még segíteni a településén élőket, és ez az ötlet született meg, hogy akik nyertek bölcsöde, illetve óvodatel felújításra, illetve építésre forrást, azoknak lehetőséget biztosítunk kisgyermeknevelő képzésnek az elindítására. A családok támogatása a kormány fő prioritása, ezért korszerűsödnek vagy épülnek az óvodák, bölcsödék is, mondta Vicma Mihály országgyűlési képviselő, aki hozzátette, ezekben az intézményekben szakképzett munkaerőre is szükség van. Nyilván ezekben az intézményekben szakképzett, magas színvonalon szakképzett kisgyermeknevelőkre és gondozókra is szükségünk lesz, hogy itt a mai napon 17 bizonyítványt tudunk átadni, azaz bizonyítja, hogy a helyieknek is fontos, hogy ne csak az intézmények, ne csak a falak, ne csak a tégla és a cserép és a nyilázárók alkossák ezeket a beruházásokat, hanem legyen egy olyan tartalom, egy olyan szakmai tartalom, amely meg is tudja ezt tölteni. Ságváron a túljelentkezés miatt is fontossá vált a bölcsöde bővítése pár éve, így itt is szükség van a képzett kisgyermeknevelőkre. Az intézményünk egy két csoportos bölcsöde, 4 kisgyermeknevelő és 2 bölcsödei dajka dolgozik benne, mint szakképzett dolgozó. A jövőben számítani kell arra, hogy ismét kisgyermeknevelő hiány lesz, hiszen fiatal kisgyermeknevelőnk várhatóan elmegy szülni, és akkor ismételten szükségünk lesz szakképzett dolgozóra. A bizonyítványok átadásán részt vett Fülöp Henrik, az IOSIA Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. Ügyvezető igazgatója, intézményvezetője. Ságvár mellett Csurgon is szerveztek kisgyermeknevelő és gondozó képzést, ott 18-an vehették át bizonyítványukat. A kormány a veszélyhelyzet meghosszabbítását kéri január 1-jéig, ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, ez semmilyen szabadságbeli korlátot nem jelent, de a kormánynak az akció, a gyors reagálási képességre a következő időszakban is szüksége lesz. Arról is beszélt, hogy az előrejelzések szerint nem lesznek olyan magasok a számok, 6 millió honfitársunk már be van oltva, ami jó jel. Továbbra is azt kérik, aki még nem oltakozott, tegye meg, illetve a 60 éven felüliek igényeljék a 3. emlékeztető oltást is. Azt is közölte, hogy a nemzeti konzultáció válaszadóinak 94%-a kiáll a 200 ezres minimálbér mellett, az emelésről jelenleg is tárgyalnak. 1700 milliárd forintot biztosít a kormány a településeknek a 2027-ig tartó új fejlesztési ciklusban. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be közösségi oldalán. Varga Mihály elmondta, a pályázat.gov.hu oldalon már el lehet érni az első felhívások tervezeteit. Ezek óvodák és bölcsödék fejlesztését, épületek korszerűsítését és a fenntartható közlekedést segítik. Emlékeztetett, a TOP program az első fejlesztési ciklusban sikeres volt, több mint 2000 település tudott belőle fejlődni.
Online klíma és környezetvédelmi versenyt hirdet a térségi középiskolák 9-12. Évfolyamos diákjainak a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. A felhívás célja, hogy a fiatalok többet tudjanak meg például a klímaváltozás, a környezetvédelme és az ökológiai fenntarthatóság problémáiról. A szervezők osztályok jelentkezését várják. A verseny októberben kezdődik és jövő áprilisig tart. Jelentkezni a bftkht@balatonregio.hu e-mail címen lehet. Megszerezte első hazai győzelmét a Kaposvár férfi vízilabda csapata hazai pályán a Debrecen ellen. Az OB1 idei küzdelmeinek második fordulójában a kaposváriak kezdtek jobban, és bár a végjáték roppant kiélezett volt, sikerült itthon tartaniuk a 3 pontot. Jól kezdte a mérkőzést a kaposvári együttes. Már röviddel a találkozó kezdete után 2-0 volt az eredményjelzőn a hazaiak javára. A negyed közepére a DVS-e feljavult, de az előny továbbra is a hazaiaknál maradt. A hajdúságiak ugyan időről időre javuló játékkal közelebb kerültek a hazaiakhoz. A mérkőzés utolsó 30 másodpercében még az egyenlítés is előttük volt. A Kaposvár azonban otthon tartotta a 3 pontot. Azt gondolom, hogy rengeteg hibával játszottunk ezen a mérkőzésen. Nagyon-nagyon sok ajándék volt adtunk az ellenfélnek. Ugye ők köszönték szépen és éltek a lehetőséggel. Mi talán egy kicsit pontatlanabbak voltunk elő a támadásba, pontatlanabbak voltunk a fóriaink befejezésénél. Ezen kell dolgoznunk és változtatnunk. Igazi szezon elejé mérkőzésként értékelte a találkozót Surányi László, a kaposváriak trénere. Véleménye szerint mindkét csapatban több van a mutatott játéknál, ugyanakkor egy végig kiélezett mérkőzést láthattak a Csík Ferenc versenyuszodába kilátogatók. Valahogy ezt a 3 gólos lélektani határt nem tudtuk megoldani. Én ott éreztem, hogy lőjük már be azt a 3. gólt, és ott fog megtörni a mérkőzés, és a Debrecen nem adta, tehát minden gólért megszenvedtünk. Találtak gólokat, hol nagy gólt, hol szerencséset, de egy pillanatig se tudtuk leszakítani őket. Igazából az utolsó másodpercig nyitott volt a találkozó, 30 másodperc a vég előtt támadtak a döntetlenél. Úgyhogy ez egy jó kis találkozó volt. A lényeg az, hogy megvan a 3 pont. Nekünk ez volt a célunk, hogy az ilyen találkozókon, amit nyerni lehet, itthon mindenféleképp tartsuk meg a 3 pontot. Ma sikerült. Úgyhogy én örülök neki. A Kaposvár a Magyar Kupa küzdelmeivel folytatja a mérkőzéseket a Szolnok csapata ellen. Az elmúlt 2 évben készült munkáit mutatja be a közönségnek Nagy Erika. A nagyatádi alkotó csendéletei, természetképei, akvareljei és grafikái mellett vallási témájú munkái is láthatók a Somogy megyei kormányhivatal galériáján nyílt kiállításon. Itt láthatjuk a vérrel bekent ajtószádfát. Majd évszázadok múlva jutottunk el ugye Krisztushoz, mint áldozat, a messiás. Egy az Ószövetség és az Új Szövetség kapcsolatát bemutató pályázatra készült munkáját mutatja Nagy Erika, aki 3 éve kezdett vallási témájú festményeket alkotni. Nagyon megszerettem, tehát mikor beleástam magam kicsit a Bibliába, és próbáltam olyan összefüggéseket találni, amit talán még más nem festett meg, vagy nem úgy. Ez olyan nagyon érdekes, komoly munkának tűnt, és akkor több ilyen jellegű képet festettem utána. Mint Nagy Erika mesélte, ugyan gyermekkora óta szeret rajzolni, festeni, komolyabban csak felnőttként kezdett el foglalkozni a művészettel. Aki ugye családanya, 2 gyermeket nevel, az tudja, hogy ez a hobbi sajnos nagyon nehéz beilleszteni az életünkbe. Miután nagyok lettek a gyerekek, és népművelő lettem, és olyan szerencsém volt, hogy művésztábor szervezésével bíztak meg, akkor már csak egy lépés választott el attól, hogy jelentkezzek rá, és azóta járok a művésztáborokra. Először csak a táborokban dolgoztam, aztán egy pár év után, ez kb. 2011-től van, utána már, amikor egyéb kiállításokra meghívtak, önálló tárlatokra, akkor bizony szükség volt már, hogy egész évben dolgozzam, és most már ez az életem része lett és megszokott dolog. Vallási témájú festményei mellett csendéletek és tájképek is helyet kaptak a Somogy megyei kormányhivatal galériáján nyílt tárlaton. Ezen Nagy Erika grafikái és akvarellei is megtekinthetők.
Rendőrök, tűzoltók, mentősök tartottak látványos mentési bemutatót Csurgón, egy közlekedési balesetet szimuláltak, így az érdeklődők megismerhették a helyszínen történő intézkedéseket, tudnivalókat, a kimentést. Az előadáson a 112-es segélyhívó helyes használatát is bemutatták az egyenruhások, illetve felhívták a figyelmet az indokolatlan telefonálások negatív következményeire is. Ugrálóvárral, bibliai családi parkkal és gospel zenés programokkal is várják a családokat szombaton a Kaposvári Városligetben. A pünkösdi metodista keresztény és Golgota gyülekezetek összefogásának köszönhetően idén először szerveznek családi napot a Somogyi megyeszékhelyen. A rendezvény ingyenesen látogatható. Hát ez az első alkalom, hogy megszervezzük itt a Városligetben ezt, és már egy éve készül rá az egész evangéliumi közösség itt Kaposváron. A baptista gyülekezetek itt Kaposvár és Kaposvár környékén, a pünkösdi, a metodista, a Golgota gyülekezet és a keresztény közösség, a kaposvári keresztény közösség. Úgyhogy ez egy nagy összefogásban valósul meg, és szeretnénk ebből hagyományt teremteni. És szeretnénk egy olyan eseményt, ahol az emberek jól érzik magukat, kötetlenül beszélgetnek a hitükről, és a családok otthont találnak itt a Városligetben. Úgyhogy ez a célja ennek a rendezvénynek, hogy Istent kötetlen környezetben ismerjék meg az emberek. Két év után rendeztek újra falu napot Kőrös-hegyen. A koronavírus járvány miatt elmaradt hagyományos rendezvényen az idén meg annyi kulturális és szórakoztató programmal várták a település résztvevőit, ahol sorra vették az elmúlt évek fejlesztéseit is. Délszláv népzenei összeállítással érkeztek a zenészek Kőrös-hegyre, hogy ízelítőt adjanak Pest megye sokszínű kisebbségi kultúrájából. A magyarországi 13 nemzetiség közül jelentős mennyiség megtalálhatók a Pest megyei, tehát vannak szerbek, horvátok, szlovákok, görögök, bulgárok, németek, tehát nagyon színes az a település, a megyének a felosztása, és ezekből a zenékből fogunk játszani, megvilágítanak a néprajzi hátterét. Az idei falunapra rengetegen kilátogattak. A programok a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek tartalmas kikapcsolódást nyújtottak. A település vezetője szerint ugyanakkor 2014-től folyamatosan azon dolgoznak, hogy megragadva a pályázati lehetőségeket, fejlesztéseket hozhassanak Kőrös-hegyre. 2015-16-ban az önkormányzatunk gyakorlatilag más sem csinált, a helyi problémák kezelésén túl, mint pályázatokat gyártott. Most eljutottunk 2021 tavaszára odáig. Kőrös-hegy valamennyi középülete megújult, ez alatt értem egyrészt az óvodát, az önkormányzati épületet, az orvosi rendelőt, és legutóbb pedig itt a mellettünk lévő közösségi ház energetikai korszerűsítését végeztük el. Több 100 millió forintról beszélek, és van még egy nagy három települést érintő projektünk, Szántóddal és Kerekivel kerékpárút építés. Olyan közösség él és dolgozik Kőrös-hegyen, akik képesek célokat megfogalmazni, és a célokhoz elvezető közös utat is megtervezni, majd azt az utat végig is járni, fogalmazott Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselője. A célkitűzésekhez pedig egyre több hazai forrásból megvalósítható támogatás is társul, tette hozzá a politikus. És hogyha vannak jó ötletek, akkor bizony most már azt mondhatjuk, hogy ehhez források is vannak, és nem csak uniós forrásokról beszélünk, hanem a gazdasági bővülésnek és a szigorú és fegyelmezett költségvetés politikának köszönhetően évről évre egyre több hazai forrás is van ezen fejlesztések megvalósítására, legyen szó akár önkormányzati, akár civil, akár vállalkozói pályázatokról, szerencsére ennek nyomai is vannak most már itt a térségben, és hát sorolhatnánk a jó példákat számos település esetében, közéjük tartozik mindenféleképpen Kőrös-hegy is. A tervek szerint jövő év végére elkészül a Kőrös-hegyet Szántóddal és Kerekivel összekötő turisztikai jellegű kerékpárút, amely majd közvetlen kapcsolódást jelent a balatoni bringa úthoz is. Foglalkoztatási paktum. 17-en vehettek át kisgyermeknevelő és gondozó képesítést. Hazai győzelem, a Debrecen ellen diadalmaskodott a KVK. Kiállítás, Nagy Erika festményeiből nyílt tárlat Kaposváron. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg.
Holnap napközben még marad a nyáriasan meleg idő, estétől azonban egyre több felé várható eső, mindjárt mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!